A brémai muzsikusok. Egy ember meg akarta ölni a szamarát, mert az már öreg volt és haszontalan. A szamár azonban megsejtette, és útnak indult Bréma felé. Itt városi muzsikus szeretett volna lenni. Útközben összetalálkozott egy öreg vadászkutyával, aki így panaszkodott. A gazdám meg akart ölni, mert már semmit sem érek a vadászaton. Akkor eliszkoltam. Így szólt a szamár. Gyere velem Brémába, és legyél muzsikus. A kutya beleegyezett. Hamarosan csatlakozott hozzájuk egy macska. Már öreg volt, és szívesebben ücsörgött a kályha mögött, mint hogy egereket fogjon. Ezért gazdasszonya vízbe akarta folytani. Amint így hármasban egy paraszt udvarhoz értek, ott kukorékolt egy kakas. Kiáltásod csonték hatol, mondta a szamár. Hát mi lehet? Holnap vendégek jönnek, felelte a kakas, és a gazdasszony épp az imént mondta a szakácsnénak, hogy főzzön levest belőlem. Ezért aztán kiabálok, amíg tehetem. Így szólt a szamár. Inkább gyere velünk, tarajos, és csapj föl városi muzsikusnak, hiszen jó hangod van. Tetszett a kakasnak az ötlet, és most már négyesben mentek tovább. Csak hogy Brémát nem érték el egy nap alatt, az éjszakát így az erdőben kellett tölteniük. A szamár meg a kutya leheveredett egy nagy fa alá, a macska felmászott az ágak közé, a kakas pedig felröpült a fa tetejére. Onnan így kiáltott le. A közelben háznak kell lennie! Látok egy világos ablakot! Így hát elindultak arra felé. A szamár, aki a legnagyobb volt, bekukucskált az ablakon. Terített osztalt látok. Körülötte ülnek és falatoznak a betyárok, mesélte. Az bizony nekünk se lenne rossz, vélte a kakas. Hosszas tanakodás után kifőztek egy tervet, hogyan űzhetnék el a rablókat. A szamár az előső lábait az ablakpárkányra tette, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, és végül a kakas felröppent a macskára. És egy gyerre rázendítettek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal az ablakon át beugrottak a szobába. Csak úgy csörömpeltek az üvegszilánkok. A betyárok ijedten ugrottak fel, és hanyathomlok menekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az asztalhoz, és jó ízűen befalatozták, amit a rablók meghagytak. Úgy tömték magukba az ételt, mintha hetek óta nem ettek volna. Aztán eloltották a gyertyát, és Kiki keresett magának egy kényelmes fekvőhelyet. A szamár a szemétdombra heveredett, a kutya az ajtó mögé, a macska a tűzhelyen, a langyos hamuba, a kakas pedig felült a kakasülőre. Amint a betyárok a távolból észrevették, hogy kialudt a fény, így parancsolt a banda vezér. Menj és kémleld ki a házat! A betyár nagy csöndet észlelt. Bement a konyhába, hogy gyertyát gyújtson. A macska villogó szemét parázsló szénnek vélte, és oda tartott egy szalmaszálat, hogy lángot fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot. Nekiugrott a betyár képének, harapott és karmolt. A rabló rettenetesen megijedt. Ki akart szaladni a hátsó ajtón, de a kutya, amelyik ott feküdt, felugrott és beleharapott a lábába. Amint pedig az udvaron át a szemétdomb előtt loholt el, a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábával. A nagy zajra felriadt álmából a kakas, és rázendített. A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, és jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül, rám fújt, és hosszú körmeivel összekarmolta az arcomat. Az ajtónál egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábam baszúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, bunkójával jól fejbe kólintott. Fönt a tetőn pedig egy vitéz virraszt, aki azt kiáltotta, hol az a gazember? Így hát eljöttem. Attól fogva nem merészkedtek többet betyárok a házba. A négy brémai muzsikusnak pedig úgy megtetszett odabent, hogy többet ki sem akartak jönni.